Hát rendkívüli előadás. Egy csomó olyan gondolatot fog fölvetni, amiről eddig hát nem beszéltem, és úgy gondolom, hogy mivel több mint 10 éve foglalkozok germán gyógytudománnyal, illene megszólítani a kollégákat is, mármint azokat, akik valóban kollégák a betegek gyógyításában. Ismerjük ezt a mondatot, hogy kitől ered, tudjuk, hogy miről szól a mondat, de mielőtt még ebbe belefognék, azért tisztázzuk, hogy hogyan is alakulnak ki a betegségeink. Ez az én csoportosításom, hogy vannak fizikai tényezők, ugye ide tartozik a toxikus világunk hatása, és ugye nem kell magyarázzam, hogy milyen világban élünk, és hogy milyen hatásoknak vagyunk kitéve. A chemtrailektől az élelmiszeripari mérgekig ezek olyan dolgok, amelyeket hát fizikai szinten kell megoldani, és a balesetek, mérgezések okozta betegségek is ide tartoznak, tehát ha valaki egy sportbalesetben egy léprupturát szenved el, akkor az nem a germán gyógytudomány tárgyköre, hanem természetesen a baleseti sebészet, vagy éppenséggel a hasi sebészetnek a tárgyköre, azt meg kell oldani, és szerencsés dolog, ha kétszakaszos a lépruptúra, mert akkor abban nem hal bele rögtön, nem vérzik el a beteg. Tehát ezek a dolgok mind ide tartoznak, a fizikai tényezőkhöz, de a balesetekhez még hozzátenném, hogy a baleseteknek mindig van valami mélyebb, valami magasabb szintű üzenete az számunkra. Egy olyan fordulópont lehet az életünkben, amikor elkezdünk egy kicsit másképpen gondolkodni, mint addig. A biológiai konfliktusok azok, amelyekkel a germán gyógytudomány foglalkozik, és az a lényege a biológiai konfliktusoknak, hogy hogyan reagálunk a stresszre. Ugye Selye János foglalkozott már a stresszel, érdekes módon ezért semmilyen díjat nem kapott, pedig egy nagyon lényeges dologra mutatott rá. Azok a stresszes, a félelemmel teli életünk, az felőrli az életenergiánkat, és természetesen nagyon sok betegségnek lesz a kialakító hát, környezete. De itt a váratlan eseményekre, az érzelmeinkre adott válasz, biológiai válaszról beszélünk. A biológiai konfliktusokról is van egy külön webkonferencia. Végül is minden biológiai konfliktusnak a lényege, hogy vagy úgy éljük meg, hogy az életünkre törnek, vagy éppenséggel valami probléma van a faj fenntartással, mert hát a biológiai lényeknek a fő célja a túlélés és a faj fenntartás. Persze ez az intelligens okos agyunk ezt teljesen más dolgokra fogja lefordítani, de ha végigmegyünk és a dolgoknak a hátterét, gyökerét, okát, fokát akarjuk megtalálni, hát akkor végül ide fogunk eljutni a biológiai konfliktusoknál. És hát ami a nagyon lényeges dolog itt az önsorsrontó hiedelmeinknek a megbeszélése, ez az, ami megakadályoz minket abban, hogy egyáltalán valamit is tovább lépjünk abból a helyzetből, amiben vagyunk, hogy megoldjuk a szenvedésünket. Ahhoz, ahogyan önmagunkra és a világunkra gondolunk, mik a tanulmányok, ismereteink, a tévhiteink, a tabuk, a titkok, és egész frissen levélből idézek, egy hölgy segítséget kér a férje számára, aki már túl van a diagnózis sokkon, mert azt feltételezik, hogy prosztata daganata van, és ezzel az emberrel nem lehet beszélni, teljesen kiütötték a nyugalmi helyzetéből, csak kérdés, hogy itt van-e és hallgatja a webkonferenciát. Mert pontosan a diagnózis sok lesz az, amitől nehezebb a beteget megszabadítani, mint a magát a konfliktust feloldani. A diagnózis sokról is természetesen van webkonferencia előadás, de ha a tanult ismereteinket nem vagyunk hajlandóak felülírni, vagy valami mást mellette még meghallgatni, akkor maradunk a félelemben. Nagyon lényeges lenne, hogy nyitott szívvel és nyitott füllel hallgassuk a mai webkonferenciát, mindenféle előítéletünket tegyük félre.
Nem természetgyógyászatról beszélek. Végeztem természetgyógyászatot, nagyon sok mindent végeztem, majd elmondom, de itt ez nem egy alternatív gyógymód, amiről beszélek. Ez az a gyógymód, ami rámutat pontosan a dolgoknak a lényegére. És ha az alapokat rendbe rakjuk, akkor fogunk tudni valós megoldást is nyújtani a betegeinknek, és szerintem minden orvosnak a legnagyobb öröme az, ha a betege meggyógyul. A germán gyógytudományban a kezelés előfeltétele az egészséges emberi értelem. Ezt a terápiákról szóló webkonferenciákban is betettem ezt a mondatot, Hammer doktortól származik természetesen, és az egészséges emberi értelem ahhoz kell, hogy fölfogjuk azt a logikai rendszert, amit még senki, de senki nem tudott megcáfolni, ami egyszerűen reprodukálható, tehát tudomány. És ezért mondja Hammer doktor, hogy a germán gyógytudományt orvosoknak és betegeknek szánja, akiknek szívük és józan eszük van. Most akinek ez nincs, annak nem való a germán gyógytudomány. Aki nem tudja az előítéleteit félretenni, aki 200%-osan meg van győződve róla, hogy az az igazság, amit ő tud, és nem hajlandó mellette semmi más sem megismerni, azzal nem tudok mit kezdeni, de hát az élet úgyis bebizonyítja, mert nekem rég bebizonyította már, hogy Hammer doktornak igaza van. Ez a táblázat, ami itt van a hátamnál, 2 évig kint volt a rendelőben, mert annyira egyszerű, hogy azt mondtam, hogy ilyen egyszerű nem lehet a medicina. És mi történt? Minden esetben Hammer doktornak igaza volt. És akkor el kellett döntenem, hogy hogyan tovább. Ennek több mint 10 éve, ez a történet több mint 10 évvel ezelőtt történt meg, és én döntöttem. Nos, akkor elemezzük ki ezt a mondatát Hammer doktornak, hogy orvosoknak és betegeknek, akiknek szívük és józan eszük van. Mit jelent a germán gyógytudomány ismerete az orvosoknak? Hát nyilvánvaló, hogy a józan ész és a logikus összefüggések, ha ezeket elfogadom, akkor tovább tudok lépni abból, ahol éppen tartok. Mert ne felejtjük, hogy a tudomány az, ami reprodukálható. A reprodukálhatósággal kapcsolatban igencsak nagy problémák vannak a medicinában. Nekem járnak orvosi lapok, én azokkal is napirenden vagyok. És éppen benne van, hogy a reprodukálhatósága a tudományos cikkeknek pontosan a daganatos betegségek kapcsán igencsak, hát szóval nem megfelelő, hogy finoman fogalmazzak. A 4 internetes orvosi lap is jár, és ezeket is követem, hogy lássam, hogy hol tartunk. De amikor már olyat olvasok, hogy a rák elleni oltáson dolgoznak, és szeptemberben már ez is meg fog jelenni, hát akkor én azt hiszem, hogy ez pontosan a vicc kategóriának egy nagyon jó része lehet, mert hát ha megértjük, hogy hogyan alakul ki bármilyen daganat a szervezetünkbe, akkor rájövünk, hogy ezt nem az oltás hiánya, vagy maga az oltás fogja megoldani. Tehát a józan ész azért kell, hogy megértsük az összefüggéseket, és itten olyan összefüggésekre mutatunk rá, amelyeket, hát, kedves kollégák, az egyetemen tanultuk. A szív arról szól, hogy érzelem. Arról van szó, hogy előítéletek nélkül vagyok-e hajlandó elfogadni a tudományt, és előítéletek nélkül vagyok-e hajlandó segítséget adni egy érzelmileg megingott embernek, aki teli van félelemmel, és hajlandó vagyok-e maximális empátiával ezt megérteni és átsegíteni azon a sokkon, amit számára esetleg egy másik orvos diagnózisa jelent. Hadd ne részletezzem, hogy milyen körülmények között szokták ezeket a diagnózisokat csak úgy odadobni a betegnek, és utána azt se tudja, hogy fiú-e vagy lány. Tehát a szív az azért szükséges, mert érzelmileg kell valamit feloldani ahhoz, hogy az eredmény elérjük. Egy nagyon lényeges dolog, kedves kollégák, hogy rádöbbenünk arra, hogy nem mi gyógyítunk. Hú!
Hát pedig arra tanítottak minket, hogy mi gyógyítjuk a beteget. Nem, kérem szépen, nem mi betegítettük meg őket, nem is mi fogjuk meggyógyítani őket, hanem az anya természet. De csak akkor, ha a beteg hajlandó nem csak a konfliktusok érzelmi lezárására, hanem ezentúl hajlandó lesz esetleg a megbetegítő szokásait is átírni. Tehát itt a karmesteri pálca nem a mi kezünkben van, hanem a beteg kezében. Csak annyit tudok elérni, amennyit a beteg megenged, amennyit a beteg megtesz. És megértjük a továbbiakban, mikor kifejtem, hogy mi az, amit mi nem tudunk a beteg helyett megtenni. És mi az, ami szükséges ahhoz, hogy a beteg meggyógyuljon. Nyilván ezekre még mind-mind sor kerül. Tehát annyi fog megtörténni, amennyit a beteg hajlandó megoldani, változtatni. És azért ne felejtsük azt se el, hogy ha túl nagy a szöveti elváltozás, addig még mindig szükség lesz az akadémikus orvosi ellátásra, életveszélyes helyzetekben, erős vérzésekben, komplikációk esetén. Nyilván, hogy kell az orvosi beavatkozás, és pontosan az a célom ezzel az előadással, hogy vegyük észre, hogy mindketten ugyanazért a betegért küzdünk, csak hogy a gondolkodásunkat is össze kéne hangolni ahhoz, hogy még eredményesebb legyen a munka. Nem az akadémikus orvoslás ellen szeretnék beszélni, mert nagyon sok jó dolgot tud megoldani, de ha megismerjük a germán gyógytudománynak az alapjait, feltételek és előítéletek nélkül hajlandó vagyok ezt az előadást végighallgatni, akkor igenis rádöbbenünk arra, hogy nagyon sokat tudunk tenni a beteg gyógyulása érdekében, és akkor a daganatoknak a gyógyulási rátája nem csak abban a pici közel-keleti országban lesz, hogy csodálatos, mint sehol máshol a világban, hanem Magyarországon is. Ezt szeretném elérni, de ehhez közös munkára van szükség. Mit jelent a germán gyógytudomány ismerete a betegeknek? Hát kérem szépen, a betegeknek azt jelenti, hogy végre megnyugodhat. Ez a legfontosabb dolog, a legnagyobb üzenete a germán gyógytudomány öt természet törvényének, mert kiderül, hogy amikor tüneteink vannak, akkor valójában a túlélő programunk, az értelmes biológiai különprogramunk 95%-ban már a gyógyulási fázisban vannak. Tehát vannak tünetek. Ritkán az első részében is a programnak, de többségében, 95%-ban a gyógyuláskor, a konfliktus megoldása után jelentkeznek a tünetek. Tehát, ha tünetem van, akkor azt jelenti, hogy épp gyógyulok. Önleértékelési konfliktusoknál, ugye, aki volt tanfolyamon, tudja, hogy fájdalom egyenlő gyógyulás, a csont, ízület, izom programról beszélünk. És akkor mi van? Nem esek pánikba. Mert a pánik a legrosszabb dolog, ami megtörténhet, mert akkor újabb és újabb félelmeket indítunk el, és végül a biológiánk lemerül a rengeteg félelmi programnak a megoldásában. Akkor egy nagyon egyszerű megoldást kapunk ahhoz, hogy valódi megelőzéssel elkerüljük a további betegségeket. Nagyon egyszerű megoldásról fogok beszélni. Hát aki megcsinálja, az rendben lesz, aki meg nem csinálja meg, az majd megtapasztalja, hogy nem csinálta meg. Nem kell vagyonokat költeni, kedves betegeim, káros álterápiákra. Hát mennyi beteg érkezett hozzám úgy, hogy már éveken át mindenhova elmentek, ahol reméltek valami segítséget, de sehol nem történt más, mint hogy lenyúlták a pénzüket. És közben telt az idő, és a biológiai test egyre súlyosabb és súlyosabb állapotba került. A legolcsóbb és leghatékonyabb megoldást kínálja, kedves betegek, a germán gyógytudomány. De ehhez is kell a szív, vagyis az érzelmi lezárás. Senki helyett, sem én, sem más orvos nem fogja tudni lezárni érzelmileg mindazt, amit a betegnek kell megtenni, és hogy mi az, hogy érzelmi lezárás, nyilván erre is ki fogok térni. Tehát nem véletlen, hogy orvosoknak és betegeknek, akiknek szívük és józan eszük van, Hámer doktor mondata fent van a weblapon. És ne felejtjük, hogy a weblapnak itt a tetején ott van, hogy
germán gyógytudomány orvos szemmel. Remélem észrevettük a weblapnak a főoldalának a bal felső sarkában ezt a kis szerény szöveget. Mert tegyük hozzá, hogy nem mindegy, hogy ki milyen alaptudással nyúl hozzá a germán gyógytudományhoz. Egy vendéglősnek, vagy egy, mit tudom én, komputeres szakembernek más lesz a hozzáállása ehhez az egészhez. Mindenkit megkap a logika, ami ebben a rendszerben van, de kiderül majd, hogy nem elég az öt természet törvényt ismerni, hanem ha valóban segítséget is akarunk nyújtani, akkor kell az az alapszintű tudás, amit az egyetemen az első 2-3 évben megkaptunk. És nagyon sok mindent. Hammer doktor azért nem ír le itt a táblázatban, mert feltételező, hogy azt az orvos tudja. Tehát távirati stílusban, röviden, tömören foglalja össze a lényeget, és nyilván egy laikus ember számára ez teljesen érthetetlen, teli van terminus technikusokkal, vagyis szakmai kifejezésekkel ez a táblázat. Nem a táblázatot kell megtanulni. Ez maradjon a szakemberek dolga. Még nekik is van mit foglalkozni vele. A betegnek azt kell megtanulnia, hogy a konfliktusait hogyan zárja le nap mint nap. Mert ugye a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható. Miért? Mert nagyanyámtól hallottam, hogy nincs gyógyíthatatlan betegség, csak gyógyíthatatlan beteg. És ez pontosan így van. És amikor megértjük a germán gyógytudomány összefüggéseit, akkor rájövünk, hogy ez a mondat itt nem az én önvédelmi mondatom, hanem egy hatalmas nagy felkiáltójel a beteg számára. És akkor megkérek még egyszer minden szülőt, nagyszülőt, barátot és egyebeket, hogy ne írjanak levelet a beteg helyett. A beteg legyen kedves leírni, hogy neki mi a panasza, mit élt meg, mert a szóhasználatából már tudom, hogy mi a lényeg. Nem a kívülálló fogja megérteni, hogy mi a betegnek a lelki problémája, az csak és egyedül ő fogja tudni számunkra megfogalmazni. Tehát nem tartoznak a germán gyógytudomány tárgykörébe még a hiánybetegségek, nyilvánvaló pótolni kell a hiányt. Az egyoldalú táplálkozásból származó betegségek, a mérgezések is, itt nem csak a gomba mérgezésről, hanem az egyéb drogokról is szó van, amelyeket receptre írnak fel, vagy éppen vénásan adnak be. A baleseteket már említettem, a műhibák. Igen, kérem, hát vannak műhibák, mert csak az nem hibázik, aki nem dolgozik, de akkor ezeket a műhibákat, kedves kollégák, ugye ki kéne javítani. A sugárzások okozta egészségkárosodás, egy nagyon fontos dolog. És akkor, ha megértjük, hogy a germán gyógytudomány mekkora segítséget nyújt a diagnózisban, akkor a felesleges sugárzásoktól is képesek leszünk megóvni a szervezetünket, nem beszélve a sugárterápiákról. És az egyéb környezeti tényezők, ide nagyon sok minden beleférne, ez a világméretű félelemkeltéstől kezdve minden, amit nem került szóba, de most erre nincs szándékom kitérni, mert ez egy külön előadás témája lehetne, hogy milyen tényezők, megbetegítő tényezők vannak még előtte hat felsorolt témán kívül. Nos, akkor vágjunk bele a lényegbe, az első természettörvény, a rák vas törvénye, kivételt nem ismerő, kérlelhetetlenül szigorú törvény, fogalmazza meg Hammer doktor, akinek röviden a történetét csak annyiban foglalnám össze, hogy belgyógyász főorvosról beszélünk, aki Tübingeni Egyetemen végzett, és nem csak medicinát, hanem teológiát és fizikát is hallgatott egyszerre egy időben, találmányai után jogdíjakat kap, tehát egy értelmes kutatóorvosról van szó, a Hammerszike ugye az az egyik fő találmánya, de még egyebekről is szó van, de van külön előadás Hammer doktor életéről és munkásságáról. Itt a lényeg, ezen a képen ez a fiatal ember, ez Dirk Hammer, a 19 éves fia Hammer doktornak, akit
1978. augusztus 18-án éjszaka a savoyai herceg az olasz trónörökös két pisztolylövéssel, tök részegen, halálosan megsebesít, de nem hal meg azonnal ez a fiatal ember, hanem még 111 napig vigilkómában szenved, közben 19 műtéten is átmegy, majd december 7-én meghal az apja karjai között. Hát ez Hammer doktor teljesen padlóra tette, 2 hónap múlva Here daganata lett, és elgondolkodott azon, hogy kell legyen valami kapcsolata az ő Here daganata és a fia halála között, mert addig neki semmi baja nem volt. És amikor a Here daganatát megoperálják, mert ebbe beleegyezett, de kemó és sugárkezelésben nem, az akkori tudásával a műtétet bevállalta, a kollégák lemondtak róla, hogy kevesebb, mint 1% túlélési esélye van, hiszen a hasa tele van, úgymond idézőjelbe áttétekkel. Na, ezek ellenére Hammer doktor teljesen felgyógyul, és hát a sors azért ugye irányítja az életét, egy nőgyógyászati rák klinikán lesz belgyógyász főorvos továbbra is, Münchentől nem messze, Oberardorfban, ha valakit ez érdekel, és a lényeg, hogy nyilván, mint gyógyult daganatos beteg, megkérdezi az ott fekvőket, hogy és kedves, az ön életében nem volt egy nagyon, de nagyon súlyos érzelmi konfliktus, ami váratlanul meglepetésszerűen jött, mint derültékből a villámcsapás. És nyilvánvaló, hogy mindenkinek az életében ez a három kritérium, ez ott volt. Ezt nevezi DHS-nek Hammer doktor, Dirk Hammer szindrómának, fiáról nevezi el, ugye? Hogy drámai, hirtelen és nagyon súlyos érzelmi konfliktusról van szó. Mi ez a nagyon súlyos érzelmi konfliktus? Hát nevezzük nevén a dolgot. Ez kérem szépen egy hatalmas félelem. Amit magányosan éltem meg, vagyis magamra maradtam ezzel az érzéssel. Az nagyon jó, ha valakivel meg tudjuk beszélni gyorsan, ha valami váratlan esemény él, mert akkor már a feszültségnek az 50%-át leföldeltük, de még mindig marad 50%. És a nagy probléma mi? A nagy probléma az, hogy benne maradunk ebben a konfliktusban. Tehát mi lenne akkor a leges, legfontosabb követelménye az életünknek abban, hogy meg se betegedjünk? Egy 2000 éves intelem, ne múljék el nap a te haragoddal. Le kéne zárni minden napunkat békével. Hogyan? Érzelmileg, ugye egy negatív érzelmet hogy tudok pozitív érzelemre átfordítani? Vajon hogyan? Hát megértéssel. Amíg nem értem meg a történetet, addig zakatol az agyam. Nyilván a megértésben hatalmasat segít, ha valaki ismeri a germán gyógytudományt egy kicsit részletesebben. Ha már megértettem, akkor meg tudom bocsátani. Neki is, meg önmagamnak is. Ha már megbocsátottam, akkor el tudom engedni. Szeretettel. A szeretet azt jelenti, hogy elfogadás. Feltétel nélküli elfogadás. És ha még hálát is tudok adni a történetért, mert megtalálom a kakiban az aranyat, megtalálom benne a tanítást, akkor érzelmileg lezártam azt, ami különben beteggé tenne. A lélek agyszervtengely felfedezése, leírása és táblázatba foglalása egy paradigmaváltás, kedves kollégák, a medicina történetében. Egy hatalmas helyreigazítás. Mert eddig a tüneteket csokorba foglaltuk, elneveztük őket szindrómáknak, statisztikailag vizsgáltuk, hogy hogyan, hogy milyen tünetek, milyen tünetekkel, milyen gyakran fordulnak elő. És ennek adtunk egy-egy elnevezést, ugye? Ismerősek ezek az elnevezések. Hát persze mind nem sosem 100%-osan úgy van, mert valami kilóg belőle, vagy hozzátehetünk, vagy stb. Tehát statisztikailag közelítjük meg az embert, holott az ember nem egy statisztikai lény. Az ember egy fantasztikus lény, akinek a 4%-át látjuk mi a szemünkkel, a 96%-át nem láthatjuk, mert az magasabb rezgésen van, mint a biológiai testnek a rezgése. És kérem szépen, ez nem ezotéria, amiről beszélek.
Nehogy félreértsük. Én biofizikáról, kvantumfizikáról és biológiáról beszélek. Ne tessenek félreérteni, félremagyarázni azt, amit beszélek. Próbáljuk meg csupán a kiejtett szavaimat értékelni, és nem asszociálni hozzá olyan dolgot, amiben már csalódtunk. Most csak arra figyeljünk, ami itt és most elhangzik, és a végén, nagyon kérem, a végén húzzuk meg a vonalat, és döntsük el, hogy mennyi ebben az igazság. Tehát a lélek agyszerv tengely, egy paradigmaváltás. De látjuk, hogy itt a lélek kisbetűvel és idézőjelben van. Miért? Mert nem a nagybetűs lelkemnek vannak szenvedései, fájdalmai, szomorúságai. Nem, a mi nagy-nagy egónknak van ilyen problémája. A nagybetűs lelkem csak azt várja, hogy beengedjem az életembe, és mikor fogom tudni beengedni? Akkor, ha nincsen bennem félelem. És hogy juthatok el oda, hogy ne legyen bennem félelem? Hát pont azáltal, hogy tisztázom, hogy ki vagyok én valójában. És ameddig a 4% biológia irányít engem, addig mindig a félelem fog irányítani. Amikor ezt úgy fogalmazom meg, hogy átadom az irányítást a lelkemnek, ez azt jelenti, hogy a bizalomra szavazok. Mert amikor a bizalomra szavazok, akkor leszek képes, csak is akkor leszek képes arra, hogy végre azt lássam, ami van, hogy megtapasztaljam a feltétel nélküli elfogadást, vagyis az egyetlen tiszta szeretetet. Ott tartunk tehát, hogy a félelem ezek szerint az egyetlen halálos betegség, de a biológiánk nagyon, de nagyon tökéletesen van kitalálva, mert a konfliktus pillanatában rögzítünk minden körülményt. Minden receptorom, érzékszervem a rátartozó frekvencia sávban, amit észlel, azt rögzíti biofizika. A szemem 400 és 700 nanométer hullámhosszúságú sugarakat tud rögzíteni. Alatta, fölötte nem látunk semmit, ezért mondom, hogy 4%-át látjuk annak az emberi lénynek, akik mi valójában vagyunk. És még ezt a 4%-ot sem mértjük rendesen. Szóval, amikor minden receptorom rögzíti a rátartozó frekvenciasávot, vagyis eljutatja az agyhoz abban a konfliktus pillanatában azt, amit ő akkor észlelt, ez azt jelenti, hogy legközelebb elegendő, ha csak valami ebből egy illat, egy szín, egy hang, egy szellő, egy dallam, egy konfliktussal, bosszankodással fogyasztott táplálékot újra megeszek. És indul megint az egész program. És ezek lesznek az allergiák, és ezek fogják biztosítani számunkra a krónikus betegségeket. Vagyis ha lezárnánk békével a napjainkat, érzelmileg úgy, ahogy már elmondtam, akkor elkerülhetnénk a krónikus betegségeket, de hát ez nagyon-nagyon nehéz dolog, ugye, hogy este legalább 4 percet szánjak önmagamra, végig gondoljam a napomat, és békével feküdjek le, és nem felizgatva egy krimi által, vagy egy sportmérkőzés által, vagy valami rémhír által, amit a televízió sugároz, és nyomja nekem az illúziókat. Nos, itt nem betegségekről, hanem értelmes biológiai különprogramokról beszélünk. Értelmes? Igen, nagyon értelmes, mert mindennek az értelme a túlélés és a faj fenntartása. Biológiai? Hát persze, mert az én testemben történik, és külön program? Igen, mert különben nem indul el, csak mikor, ha benne maradok a konfliktusban. Ezt tessenek megérteni. Ezért kell lezárni békével a napjainkat, hogy meg se betegedjünk. Na, mi történik akkor, amikor konfliktus becsapódott, mint derült égből a villámcsapás, és én benne maradok a konfliktusba. Hát lesz egy konfliktus aktív fázis, meddig tart? Addig tart, ameddig meg nem oldom, KM konfliktus megoldása, míg meg nem oldom a konfliktust. A második fázisa pedig a megoldást követő fázis lesz, és amikor ez befejeződik, akkor, amit látjuk, minden
megy tovább, teljesen rendben. Ezen a képen tehát Hammer doktor ábrázolja a második természet törvénynek a lényegét. Hammeri iránytűnek is nevezzük. Ameddig békében élem a napjaimat, tudjuk jól, hogy nappal a szimpatikus idegrendszer hatása, éjszaka a paraszimpatikus idegrendszer hatása, vagyis a vagotónia lesz az, ami a vegetatív idegrendszeremben uralkodik. De ha becsapódik a DHS, megtörténik egy váratlan esemény az életünkben, akkor ugye, hát zakatol az agyam. Mert keresem, keresem, keresem a megoldást. És ezt éjjel-nappal keresem, és ezért nem tudok nyugodtan elaludni, lásd alvászavarokról szóló előadás, ezért ketyeg a szívem, emelkedik a vérnyomásom, lásd vérnyomásról szóló előadás, és minden magas vérnyomásnak valójában a fel nem oldott konfliktusok képezik az alapvető okát, és nem a vérnyomás csökkentőknek eddigi mellőzése. Nincs étvágyam, nem eszem és lefogyok. És ha túl sok programot indítottam el, akkor majd tumoros kaheksziának fogják nevezni az egészet. És miről szól még a dolog? Arról, hogy hideg a kezem és hideg a lábam. Úgy röviden, tömören csak ennyit szeretnék általánosságban beszélni a konfliktus aktív fázis tüneteiről, mert nyilvánvaló, hogy a kérdés az, hogy mi volt a DHS, mi volt az én megélésem, mert ez fogja eldönteni azt, hogy mi történik a következő lépésben. Majd erre külön még kitérek. Tehát a konfliktus aktív fázisban mondjam azt, hogy a stressz tüneteit éljük meg. 95%-ban csak ennyi van. Mert hát ha valaki nem alszik nyugodtan, az még nem gondolja azt, hogy beteg. Pedig pont akkor vagyunk a legbetegebbek. Magas a vérnyomásom, akkor hát én azt nem érzem, de hát az orvos megmérte, és szedem a tablettát. A hideg a kezem meg a lábam, biztosan érszükületem van, és adunk rá valami tablettát. Nem, kérem szépen, ez mind a konfliktus aktív fázisnak a tünete. Amikor eljutok a megoldáshoz, kérdés, hogy ez hogyan történt meg, valóban érzelmileg lezártam a dolgot, vagy csak megváltozott az életem. Elköltöztem onnan, ahol eddig a szomszéd bosszantott. Munkahelyet váltottam. Megtörtént egy fárasztó párkapcsolatnak a felbontása. Kérdés, hogy mi volt maga a megoldás, de ha nem érzelmileg zártam le, akkor a sínek ugye megmaradnak. Megoldás után jön a megoldást követő fázis, és látjuk, hogy három részből áll, mégpedig az exudatív fázis, az epileptoid krízis és a hegesedési fázis. Az exudatív fázis azt jelenti, hogy exudátum, vagyis folyadék, víz fog felgyülemleni ott, ahol a gyógyulás beindult. A megoldás után jön a gyógyulás. És kimelegszik. Meleg a kezem, meleg a lábam, sőt lázam is lehet, vagy éjszakai izzadásom is lehet, és itt jönnek a betegségnek a tünetei. A betegek itt mennek a rendelőbe. És hát nyilvánvaló, hogy annak függvényében, hogy milyen programról beszélünk, más-más tüneteket fogunk észlelni, de általánosságban a gyulladás tünetei jelen vannak, a rubor, tumor, calor, dolor, funkció, léza, tehát piros, duzzat, meleg, fáj, és nem működik rendesen, de ezt tudjuk, hogy a középkorban már ezeket mind leírták. Az exudatív fázisban nem fogok szenvedni örökre, mert jön az epileptoid krízis, mondom, krízis, és látjuk, hogy itten megint hideg kezem, hideg lábam, de igen magas ez a kilengés, mert itt fogom a legerősebb tüneteket észlelni. Na, az epileptoid krízisben általában a mentőt hívják a betegek, ha idáig eljutnak, mert ha addig nem, de akkor biztos megrémülnek. És nyilvánvaló, hogy életveszélyes állapotok is alakulhatnak ki az epileptoid krízisben. Mitől függ az, hogy szenvedek ott? Attól függ, hogy mennyit ültem a konfliktus aktív fázisban. Csak tőlem függ az egész. Most az epileptoid krízisben aztán megtapasztaljuk, mindig ilyenkor jön a tüdőembólia, vagy a szívmegállás, vagy éppenséggel a pitvar-kamra blokk, amikor ezt fogjuk észlelni, vagy a trombózisnak a kialakulása, a tüdőödémának a kialakulása, az epegörcs, a vesegörcs ürítése, az epegörcs, hát a finom epés hányásokkal,
és a többi, és a többi. Hát vagy éppenséggel a kólikás fájdalmak, vagy a tenezmusok. Szóval sok minden, a legerősebb tünetek itt fognak az epileptoid krízisben előfordulni. Van egy kivétel. Az önleértékelési konfliktusoknál az epileptoid krízisben az addigi nagyon kemény csontfájdalom, izomfájdalom, ízületi fájdalom megszűnik. Viszont jön a hegesedési fázis, és újraindul az egész történet. Már jobb a hangulatom, túl vagyok a nehezén, már van étvágyam, tudok enni, de iszonyúan fáradt vagyok, esetleg végtag fájdalmaim is vannak hozzá, és akkor már behűthetném a pezsgőt, ha ismerem, hogy hol tartok, ugye, mert örülök, hogy hamarosan, napok vagy egy-két héten belül meggyógyulok. Ugye kérdés, mennyit ültem a konfliktus aktív fázisban? Ez így mind nagyon szép és nagyon jó, de amit mondtam, lélek, agyszerv, tengelyen gondolkodunk, mi történik az agyi szinten. Hát nyilván a konfliktus becsapódás akkor, ahogy itt látjuk ezen a képen, itt a középre teszek egy pöttyöt, nyilvánvaló nem telefonon fog ez látszani, hanem minél nagyobb képernyőn, oda becsapódott valami, mi csapódott be? Egy hatalmas nagy konfliktusnak a becsapódását látjuk, és itt most körbe pontozom azt a területet, ahová ez az energiahullám végigmegy, berezegteti az agyat. Ugye tudjuk, hogy a szerveinknek is megvan külön a rezgése. Amíg a két agyfélteke szinkronban rezeg, addig nincsen semmi baj, de ha az egyik oldalra becsapódott egy konfliktus, akkor már a két agyfélteke nem fog szinkronban rezegni, és akkor ennek meg lesznek a megfelelő tünetei, persze erről is van könyv már a pszichózisokról szóló előadásban. A negyedik könyvemben, hogy mit tegyek, hogy jó legyek, hogyan találom a megoldást, élettani alapokon magyarázom meg, hogy hogyan jön létre a Hámeri góc körül ez a körkörös gyűrű. Élettani alapokon magyarázom meg azt, hogy hogyan működik az ingerület vezetés, akciós potenciál, minden vagy semmi törvénye, és nyilván meg fogjuk érteni azt is, hogy a Hámeri dal, amiről a mai nap még szólni fogok, hogy az egyáltalán miként és hogyan hat. Tehát, ha a koponyaalappal párhuzamos síkokban készül a koponya CT és kontrasztanyag nélkül, akkor lesz látható a konfliktus aktív fázisban a becsapódás körül a körkörös gyűrűk megjelenése. Jelzem, nem csak az agyban, hanem szervi szinten is megfigyelhető ez a körkörös gyűrűnek a jelenléte. Nyilvánvaló, hogy ez egy gömb, de mivel itt síkban nézem, ezért gyűrűket fogok látni. A májon is van olyan felvételem, amin a májon is pontosan ugyanez a kép látszik, mert a becsapódás lélek agyszer szinten az agyi szintről a máj irányába indul, mondjuk egy hatalmas bosszankodás, vagy éppen egy éhenhalási konfliktus következtében. Mi történik a megoldás követő fázisban? Nyilván az exudatív fázisban nem csak szervi szinten, hanem agyi szinten is felgyülemlik a folyadék pont a Hámeri gócban. És ha megnézzük ezt a két relét, ami itt van, a bal oldalit meg megnézem itt a jobb oldalit, akkor látható a különbség. A jobb oldali világos, mondjam azt, hogy parenkima színe van, a bal oldaliban pedig egy sötétebb gócot látunk. Nos, ez pont az a folyadék, ami feszítette a relének az idegi szerkezetét, mivel víz van benne, több röntgensugár megy át rajta, mint a túloldalin, és nyilván azért tudjuk, ha több sugár megy át, akkor fekete lesz a film. Szóval ez csak annyit jelent, hogy itt éppen megoldásba került egy konfliktus, és azért olyan világos már a színe, a pereme ennek is, meg hát ennek a relének is a pereme már világosodik, mert pontosan az epileptoid krízis leszálló ágán vagyunk, amikor is kipréseljük a folyadékot agyi szintről és szervi szintről, tehát megszűnik a fejfájás. A CT kép elemzés is benne van ebben a negyedik könyvemben, hogy mit tegyek, hogy jó legyek, hogyan találom a megoldást, mert néhány dolog
még felismerésre került, ami ebbe a könyvbe belekerült. Nos, remélem, hogy mindenki el tudja fogadni ezt a mondatot, hogy az egyetlen valóság az én megélésem. Nyilván erről is van egy külön webkonferencia. Az első 10 webkonferencia anyag a weblapnak a webkonferencia videói között megadják azt az alapot, ami ahhoz szükséges, hogy utána külön programokat megértsük. Az első 10-ről beszélek. Közte van a Hámer doktor élete és munkássága is. Tehát, mivel az egyetlen valóság az én megélésem, ezért senki, de senki nem fogja tudni helyettem ezt megoldani. Az én megélésemre hajszálpontos választ ad az agyam szervi szinten, és ezt találom meg a Germán Gyógytudomány tudományos táblázatában. A harmadik természettörvényben Hammer doktor az embriológiába nyúl vissza, ugye tanultunk és vizsgáztunk embriológiából. Az embriológia segítségével értjük meg, hogy a két fázis alatt mi fog történni. Ez egy olyan egyszerű dolog, hogy pont ettől hihetetlen. Sejtekből vagyunk felépítve, amelyek működnek. Ezzel remélem mindenki egyetért. Mit tudok tenni saját anyagomból a túlélés érdekében? Nyilván, hogy vagy sejteket szaporítok a konfliktus aktív fázisban, vagy sejteket sorvasztok, vagy a működést gátlom, módosítom. Mit fogok csinálni a megoldást követő fázisban? Nyilván ennek a fordítottját. A felesleges sejteket lebontom, a hiányzó sejteket visszaépítem, illetve a működést helyreállítom. A világ legegyszerűbb egyenletrendszerét látjuk ezen a fólián, és ha ezzel tisztában vagyok, vagyis tudom, hogy az adott szervem melyik csiralemezből származik, nyilván azt is tudom akkor, hogy milyen idegi központ vezérli, akkor onnantól kezdve megértem, hogy az a bizonyos elváltozás az valójában milyen konfliktus következtében jött létre. Én már a leletből tudom, és ezért hajszálpontos kérdést tudok feltenni a beteg számára, hogy megtalálja abba a bonyolult lelki állapotban azt a történetét, ami arról szól, hogy egyszerűen csodálatos ez az egész, így, ahogy van, és akkor szólok minden betegnek, hogy nem kell megtanulni az embriológiát ahhoz, hogy valaki is meggyógyuljon. Ez csupán a megértés, vagyis az eddigi állítások alátámasztása véget szerepel ez az ábra az előadásban. Ugye mindenki egy megtermékenyített petesejtből építette föl a saját biológiai testét. A születésünk után ez a test folyamatosan fejlődik, és tudjuk, hogy 7 évente megújul. Na de a megtermékenyítés után most az embriológia azzal a 9 hónappal foglalkozik, vagy ha úgy tetszik 47, ami az anyai méhben töltöttünk el. Tehát egészen a megtermékenyítéstől a születésig. A két sejt találkozása után elindul egy nagyon gyors sejtszaporulat, aminek a következtében még egy szedercsira állapot alakul ki, tehát egyforma sejteknek a tömörülése úgy néz ki, mint egy málna vagy egy szeder, ezért hívjuk magyarul szedercsira állapotnak, és bocsánat, de mindenkinek érthetően próbálom elmondani leginkább magyarul a dolgokat. És a szedercsira állapot érkezik be a méh üregébe, mert ugye a megtermékenyítés az a jobb vagy a baloldali petevezetékben kívül történt, visszaérkezik 8-10 nap alatt, közben szaporodik, és mielőtt fölvenné a kapcsolatot az anyai méh nyálkahártyájával, átalakul, átrendeződik, vagy ha jobban tetszik, differenciálódik, három csíralemezé, és itt látjuk a három csíralemezt, kívül a piros csíralemez, nyilván külső csíralemez, vagy ektoderma, belül a sárga színnel jelzett belső csíralemez, vagy endoderma, és a kettő között narancssárga színnel a középső csíralemez, vagy mezoderma. Ugye nincs ebben semmi bonyolultság.
Külső csiralemezből alakul ki a bőrömnek a külső része, mert ugye a bőrömnek három rétege van, a felhám, az irha és a bőralja. Tehát a felhám, a külső bőr, amit láttunk a szemünkkel, és ami az amúgy a legnagyobb érzékszervünk, ugye? Nos, ez a bőr a külső csiralemezből alakul ki, látjuk itt a piros nyilat, piros baba jelzi, hogy az a külső bőr, és hol van ennek a központja? Hát kérem szépen, az agykéregben, mégpedig az érzőmezőben. Ugyanígy a belső csiralemezből, endodermából mi fog kialakulni? Minden, ami belül van, vagyis ami a szájüregtől egészen a végbélnyílásig terjedő hosszú cső, most csak így rajzolok egy ívet, ugye, ez kb. 9 méter hosszú cső. Mi történik ebben? Nyilván az emésztés. Tehát az emésztő csatornám és a hozzá tartozó mirigyek, azok nagy részt az belső csiralemezből fejlődnek ki, hol van az irányító központ? Az agytörzsben. Itt látom a nyílirányú metszet, tehát ha így vágom el az agyat nyílirányba, akkor ezt látom itten Hámer doktor színeivel, de hogyha ezen csinálok egy koponyalappal párhuzamos metszetet, akkor az agytörzsnek itt fogom látni a képét. Az agykéregnek ott látom a koponyalappal párhuzamosan készült képét. És akkor még van a középső csiralemez vagy mezoderma, ami azt jelenti, hogy ennek van egy ősi, meg egy új mezoderma része. Az ősi mezoderma itt van a belső csiralemezhez tapadott narancssárga sejtek ábrázolják. Ezt a kisagy irányítja, és hát a kisagynak itt látjuk a metszeti képét. A külső csiralemezhez tapadó középső csiralemez résznek a irányító központja az agyvelő, és miről szól a történet? Azokról a szövetekről, amelyek a külső bőr és a tápcsatorna között foglalnak helyet, középső csiralemez. Nos, a csont, ízület, izom, erek, osztó, gyűjtő és nyirokerek, kötőszövet, zsírszövet tartozik a új mezoderma irányítása alá, vagyis a középső csiralemeznek az irányítása alá. És ennek is a képét kérem szépen itt fogjuk látni. Ezek grafikus képek, amik nagyon, de nagyon jók ahhoz, hogy tisztán lássuk a helyzetet. Na most jön egy olyan dolog, ami hát nehezen elfogadhatónak tűnik első pillanatban a kedves kollégák számára, mert abszolút nem így tanították nekünk a mikrobiológiát. Ugye Louis Pasteur nyomán mi kórokozókról tanultunk, és ki fog derülni, hogy ezek a kórokozók, ezek valójában bennünk élnek, kimutathatatlan helyen és mennyiségben, de amikor szükségünk van rájuk, akkor agyi parancsra fölszaporítjuk őket. A gombák az agytörzs által irányított programokban fognak segíteni, hol? Lebontani, itt vagyunk, lebontani a felesleges sejteket. Ugye az erdőben is a kidőlt fákat a gombák bontják le. Tehát ha valakinek úgymond gombás fertőzése, kandida fertőzése van, vagy más, az csak annyit jelent, hogy elakadt a gyógyulásban. A gombákat már a konfliktus aktív fázisban kezdjük szaporítani, hogy mire megtörténik a megoldás, pont annyi legyen, amennyire szükség van. De ha elakadt a gyógyulás, akkor a gombák maradnak és dolgoznak és dolgoznak és dolgoznak. A TBC baktériumokra is szükségünk van, és ez leginkább a kisagy által vezérelt programokban fog segíteni. Mit csinál? Ő is ugyanazt csinálja, vagyis segít lebontani a felesleges sejteket, mondjuk egy melldaganatnak a lebontásában, ennek lenne szerepe. A TBC ellen ugye tudjuk, hogy oltásokat találtunk ki, és már az újszülött rögtön megkapja a TBC elleni oltást, holott a TBC nem az ellenségünk, de hát nem így tanítottak minket, kineveztük a segítőket kórokozóknak, Louis Pasteur nyomán, és innentől harcolunk a segítőink ellen. Miért történik meg a gyógyulás, legalábbis, amikor itt beadom a gyógyulási tünetek közepette az antibiotikumot?
Azért, mert az antibiotikum visszatesz egy konfliktus aktív fázisba, és itt megint eltűnnek ezek az úgynevezett kórokozók. Tehát ennyit csinál az antibiotikum, további részleteket a terápiáról szóló előadásban minden kollega megnézhet, Hammer doktor anyagaira alapozva jelzem, az összes anyagát Hammer doktornak megszereztem, és ezek lefordításából inspirálódtam a webkonferenciák előadásában is. Mit csinálnak a baktériumok? Hát a baktériumok abban segítenek, hogy visszaépítsük mindazt, amit már lebontottam fájdalmatlanul a konfliktus aktív fázisban. Minél nagyobb a lebontás, annál több baktérium jön, hogy visszaépítsük, ugye? Volt már valakinek genyzacskója a foggyökérén, a csúcson. Hogy került az oda? Ugye? Jó kérdés. Tudjuk, igen. A vér szállította oda, és csak pont ahhoz az egy fogamhoz. Nem érdekes? A lényeg az, hogy feloldottam egy nagyon súlyos dühömet, amit ugye nem tudtam kifejezni, de elengedtem, vagy megbocsátottam, és ennek következtében, amit addig lesorvasztottam, azt kezdem visszaépíteni. Ezért vannak ott a baktériumok. Mi van az agykérgi programoknál, amelyek sejtre hatnak? Ott is a vírusok, illetve hát azok a sejttörmelékek fognak segíteni a visszaépítésbe, amelyek szükségesek a helyreállításhoz, tehát nem humán papilloma vírus elleni oltást kéne adni a fiataloknak, hogy aztán, hát hogy mondjam, hozzásegítsük őket a meddőséghez, hanem elsősorban a féltékenységről kellene ezeket a fiatalokat leszoktatni. Hát most már készült előadás a féltékenység biológiai okairól és következményeiről is, a héten kikerül a YouTube-ra, illetve a weblapra meg lehet nézni. Tehát nem HPV oltás kell, hanem a magát, a konfliktust kell megoldani. A hepatitis vírus okozta májgyulladás is leáll, hogyha végre változtatok a szokásomon, és nem reagálok bosszankodással mindenre. A betegekkel nem sok mindent csinálunk a rendelőben, mert neki fogunk rögtön az eszközös és kiegészítő vizsgálatok elvégzéséhez, hogy magyarázatot találjak a leletek alapján arra, hogy valóban a betegnek mi a baja. A szép az, amikor minden, de minden eredmény jó, csak a beteg éppen rosszul érzi magát. És akkor ilyenkor, hát vagy elküldjük pszichiáterhez, vagy valami magyarázat mindig jön, és akkor a kérdés az, hogy mi is elhisszük ezt a magyarázatot. Nem mennék bele részletesen a negyedik természettörvénynek a taglalásába, mert most nem akarok meggyőzni senkit sem arról, hogy ezek a mikroorganizmusok az egyetfejlődéssel kapcsolatban segítenek minket, tehát a megfelelő csíralemezből származó szerveinknek, sejtjeinknek a megfelelő segítők fognak a megoldást követő fázisban jönni segíteni. Hammer doktortól való a példa, hogy ugye ahol valahol lakástűz van, ott mindig megjelennek a tűzoltók. Jönnek segíteni eloltani a tüzet. De ugye nem a tűzoltók okozták a tüzet. Na ugyanígy nem a kórokozók okozzák a betegséget, ők csak jönnek segíteni, eltakarítani, helyre rakni a dolgokat. Mi pedig őket nyírjuk ki, vagy őket akadályozzuk a munkájukban. Ennyit bevezető kép, a negyedik természettörvényről külön van előadás, és ebben a könyvben részletesen kitérek a negyedik törvénnyel kapcsolatosan olyan kutatásokra is, amiket az egyetemen egész véletlenül nem tanítottak. Például Gaston et Sansról, francia biológusról, 60 évi munkájáról, a szomatoszkópról egyetlen szót nem említettek az egyetemeken. Vajon miért? Szóval a krónikus betegségeknek mi is az oka? Nyilván, hogy a fel nem oldott konfliktus. Mert akkor sínen maradok. Lehetséges, hogy
meg se oldottam a konfliktusot, még mindig benne vagyok a slamasztikában, vagy éppen az a szokásom, hogy én folyamatosan, minden nap csak bosszankodok, bosszankodok, bosszankodok. És mi lesz az eredmény? Hát kitágulnak a epecsatornák, a májon belüli epecsatornák is, nyilván a májon kívüli epecsatornák, elvékonyodik az epehólyagnak a fala, ezt az útra nagyon szépen le tudja írni, vagy éppenséggel csinálok magamnak a gyomor kis görbületén egy vékonyodást, és abból lesz egy fekély. A kérdés az, hogy meddig bosszankodok, meddig ez az én alaptermészetem. Vagy történt egy agyvérzés, és semmit, de semmit még nem oldottam föl, és még mindig maradok görcsös végtagokkal, hideg görcsös végtagokkal, félrehúzott szájjal, esetleg beszélni vagy járni sem tudok, mert még mindig benne maradtam a konfliktusban. A részletek a megfelelő előadásban. A függő gyógyulás az, amit tönkreteszi a szöveteket is, meg az agyi relét is. Mert az, hogy mondjuk kezdek először építeni, rendben, aztán a megoldásban bontok. De elakad a bontás, mert sínre kerültem. Jó, megint bontok. Megint elakad, megint bontok. Megint elakad, megint bontok. Mi történik? Négyszer többet bontok, mint amennyit felépítettem. És így jutok el a kolitis ulcerózához, amit hát kinevezek autoimmunnak, mert hát ottan úgy néz ki, mintha a szervezet önmaga ellen támadott volna. Mi történik, ha van egy önleértékelési konfliktusom? Nyilván valamit nagyon ügyesen lesorvasztottam. Mondjuk, legyen ez egy ízület. Jó, egy csípő ízület. Nem fájt semmi. Csak esetleg azt érzem, hogy kattog, vagy kattog a térdem. És akkor megoldottam a térdemnél a makacságomat, vagy a csípőmnél megoldottam azt, hogy nem bírom elviselni. És mit csinálok? Elkezdek visszaépíteni, nyilván fáj a térdem, vagy fáj a csípőizületem, de nem érzelmileg zártam le, megint sínre kerültem, vagy nem változtattam a szokásom, valakinek megbocsátottam, úgymond, de jött egy másik, és azzal ugyanazt éltem meg, mert én még nem változtam. Tehát újra és újra építek, építek, és akkor elalaktalanodik a csípő, meg a térdizület, coxartritis, gonartritis, amíg tart a gyulladás, és coxartrózis, gonartrózis, amikor a dolog lezárult, és már teljesen elalaktalanodott az ízületem mindkét oldalon, vagy mindkét részben. Tehát a függő gyógyulás, ez egy nagyon, de nagyon súlyos játék, és ugye ez ne feledjük el, hogy az idegrendszerben is lenyomatot hagy, és akkor ezt már kinevezhetjük agydaganatnak, holott csak szerkezeti változás történt a Hámeri-gócban. És akkor itt jön a szórakoztató program lefutás, mégpedig a policiklikus lefolyás. Amint látjuk, eljutottam a program végére. De nem oldottam meg a konfliktusomat érzelmileg. Mi történik? Újra indítom a programot, ha újra sínre kerülök. Megint végigfut a program. Miért fut végig? Mert ritkán kerülök sínre. Csak tavasszal és ősszel. Tavasszal és ősszel. Tavasszal összevesztem a sógorral, ősszel meg összevesztem a testvéremmel. És akkor azt jelenti, hogy ebben a két évszakban nekem a egyéb körülmények eszembe juttatják a le nem zárt programomat, és jön, ha bosszankodtam, akkor a epekrízisek, vagy kiújul a gyomorfekélyem, ugye ezt még úgy tanultuk, hogy a gyomorfekélyek tavasszal és ősszel újulnak ki, és a többi, és a többi. Tehát ez a policiklikus lefolyás. Na kérem szépen, így lehet szenvedni tudományosan. Miről szól ez a fantasztikus táblázat? Hihetetlen, de ezen az egy lapon megtaláljuk az alapvető dolgokat a medicinából. Csíralemez szerint találjuk meg, összefoglalva ezeket az értelmes biológiai különprogramokat. A sárga oszlop a belső csíralemezből származó programokat tartalmazza, ezt az agytörzs irányítja, és ezeket falat konfliktusoknak nevezte el Hammer doktor,
Mert azokról a falatokról idézőjelben van szó, amelyekre szükségünk van, hogy életben maradjunk. Levegő, víz, táplálék, fény és hang. Ezek nélkül nincs élet. Ebből a levegő, a fény és a hang ingyen van. A vízhez még könnyedén mindenki hozzájuthat. És azért a kis marék táplálékért nem kéne egymást gyilkoljuk, szerintem. Szóval az életben maradásunkhoz a feltételek folyamatosan adva vannak, de ha megélem a fokozott magányt, vagy egzisztenciális konfliktust, vagy kirekesztettséget, elhagyatottságot, kórház konfliktust, akkor begyűjtöm a vizet a szervezetembe, és ez fogja jelenteni az életemnek a végét. Mármint a földi létezésemnek a végét. Erről külön előadást nézhetünk meg, a veséről külön, a vizeletképzésről és üdítésről, külön a magányról, külön a hólyag és külön a vese programjairól, tehát most ebben nem mennék bele, de mi az, hogy falatkonfliktus? Az agyam nem tesz különbséget valóságálom és illúzió közt, tehát mindent falatként értelmez, amihez én úgy viszonyulok, hogy ezt meg kell kapnom. Meg kell kapnom, igen, akkor elkezdem a sejteknek a szaporítását, hát nyilván a megfelelő helyen, vagy vissza kell kapnom, vagy meg kell szabadulnom. Ugye a tápcsatornának az alsó része már arról szól, hogy ott ürítjük a kakét. És ha csak szarul érzem magam, mert ez szerintem mindenki így fogalmazza meg, és nem úgy, hogy széklettől beszennyezve érzem magam, ugye? Akkor ha ezt így megfogalmazom, akkor szaporítom a vastagbélben a nyálkát, aminek a szerepe, hogy nyákot termeljen, hogy kicsúszon az a kaki abból a csőből, és csak termelem, szaporítom a sejteket, és lesz belőle egy fantasztikus vastagbél, vagy legsúlyosabb szarul érzem magam történetben egy végbélrák. A megoldásban jön a lebontás, nyilvánvaló, csak hogy az nem lesz tünetmentes. A sárga oszlopban itt alól még megtaláljuk a síma izmokkal kapcsolatos programokat is. A síma izmokat mindig felépítjük, de a lebontásuk nem történik meg, mert van további biológiai feladatok. A kisagy által vezérelt programokat a narancssárga oszlop felső részében találjuk idáig. Itt is először mindig építek, és a megoldásban pedig lebontom a felesleges sejteket. Nos, miről szól a kisagynak a konfliktusa? A támadásról. Mégpedig vélt vagy valós támadás. Ez megint csak arról szól, hogy az agyam nem tud különbséget tenni valóságállom illúzió közt. Tehát ha attól félek, hogy megtámadnak, ha befordulok az utcasarkon, akkor védekezésképp az irhának, a burkoknak, hashártya, mellhártya, szívburok, a sejtjeit fogom szaporítani. Ha a bemocskoltság vagy elcsúfítottság a konfliktus, akkor nyilván az írha járulékos szerveit, verejték, mirigy, fagyú, mirigy szaporítást indítok. És ha azt élem meg, hogy de nagyon tudok aggódni egy szeretett élőlény sorsa miatt, akkor elindítom a melldaganatot, az adenokarcinómát. Miért? Mert a mellben a tejtermelő mirigy egy módosult verejtékmirigy, ami már nem verejtéket, hanem tejet termel. De ha én aggódok valakiért, azt úgy tudom csak életben tartani, ha táplálom. Ugye, drága anyukák, ha beteg a gyerek, és végre elkezd enni, akkor megnyugszunk, hogy a gyerek most már jobban van, mert eszik. Na, ezt próbáljuk mi megoldani a saját tejtermelésünkkel, de ennek a fordítottja, vagyis az állandó vita veszekedés is a tejmirigyek szaporodását, adenokarcinomáját fogja okozni. Tehát elmondtam a vélt vagy valós támadást, gondozás, bemocskoltsági konfliktusokat. Megfigyelhetjük tehát,
hogy a táblázatnak az első felében, így idáig, először építek, a megoldásban bontok. Az agyvelő által irányított programok a táblázat alsó felében foglalnak helyet. Önleértékelés egyenlő önpusztítás, remélem ezt az egyenletet mindenki megérti, nem kell hozzá különösebb magyarázat. Tehát itt először mindig bontom a szöveteket fájdalmatlanul, majd megoldásba visszaépítem fájdalommal. Mint már említettem, csont, ízület, inak, erek, osztógyűjtő nyirokerek, kötőszövet, zsírszövet. Ezek tartoznak az agyvelő irányítása alá, vagyis az agyvelőben lévő, hát idegi központok, szürke magvaknak az irányítása alatt ezek vannak. Az agykéreg által irányított programok, piros oszlop, a felső része a sejtekre, az alsó része pedig a működésre való hatásról szól. A sejtekre itt is úgy hatunk, hogy először sorvasztunk, megoldásba visszaépítünk. Ide tartoznak az elválasztási konfliktusok, a birtok konfliktusok, birtokzónán kívüli konfliktusok, és a működés változásokban pedig először blokkolom, majd visszaalakítom a működést. Példa. Elválasztási konfliktusban azt jelenti, hogy szeretett személy elkerült messzire tőlem, azért az a problémám, attól szenvedek, hogy nincs mellettem a gyermekem, unokám, stb., vagy ennek a fordítottja, nagyon szeretném, ha minél távolabb lenne tőlem mindenki, aki veszélyt jelent rám. Mind a kettő elválasztási konfliktus, és mind a kettőnek az epileptoid krízisében abszansz fog fellépni. Tehát rövid távú emlékezet kiesés. Nyilván ez akkor lesz rövid távú, ha rövid volt maga a konfliktus is. A birtokkonfliktusok és birtokzónán kívüli konfliktusokban nem mászok bele ez. Ez a leggyönyörűbb része az egésznek, ezekből fognak kialakulni a pszichózisok is, de itt most csak egy általános tájékoztatást szeretnék adni, figyelemfelkeltő előadás szeretne lenni orvosoknak és betegeknek egyaránt, hogy megnyugodjunk, hogy a szervezetem mindig értem, vagyis a túlélésemért működik minden nap. A működésváltozás például a cukorbetegség. Az ellenszegülésre, blokkolom agyi parancsra az inzulin kiáramlást a Langerhans-szigetek béta sejtjeinél, és miért? Azért, hogy több cukor legyen a szervezetemben, hogy legyen energiám ellenállni. Mert mi a túlélésnek a lényege, hogy üss, vagy fuss, vagy tedd magad halottnak. Ennyi. Biológiai szinten ezt a nyuszi is tudja, a mókus is tudja, meg még a gyík is tudja. De hát jó lenne ezen a szinten egy kicsit felül megélni, megtapasztalni az emberi létezésnek a lényegét, szerintem. A konfliktus megoldása után a vércukorszint helyreáll, és aki nem hiszi, nézze meg a diabétesről szóló két előadást, és akkor rájön arra, hogy 20 évi inzulinterápia után is helyreállítható a vércukorszint. Nyilván a beteg csinálja meg, ha megcsinálja mindazt, amit javaslunk neki. De hát itt már nem az első konfliktussal kell foglalkozni, hanem a viselkedés változással kell foglalkozni, mert miről szól a cukorbeteg? Az a problémája, hogy mindenkinek ellenszegül. Mindenre az első reakciója ez. Persze nem így fejezi ki, hát úri emberek vagyunk, felveszük az amerikai mosolyt, és közben még a gyomrunk is összerándul, mikor a főnök bejön. Vagy éppenséggel a tanár, vagy éppenséggel a sógorom, aki igencsak finoman néz az én feleségemre. Szóval az én megélésem az egyetlen valóság? Bizony így van. És ez a probléma, hogy észre se vesszük, hogy a viselkedésünknek milyen elképesztő jelentősége van a megbetegedéseinkben, hiszen a viselkedésünkben már nem egy nagy DHS-t élünk meg, hanem
Mindig egy inger küszöb feletti ingert, ami mindent elindít. Ugye szólok még egyszer, minden vagy semmi törvénye. Inger küszöb feletti inger mindent elindít, tehát a biológiai program végigfut. És hát, ha az ellenszegülés cukorbetegséget okoz, hát akkor ha nem bírom elviselni, ugye már említettem, hogy csípőizületi fájdalomhoz, programhoz fog vezetni. Ez elválasztási konfliktusnál mi a lényeg? Hát az, hogy krónikus bőrprogramjaim lesznek, nem gyógyuló, ragyák a bőrömön, a pszoriázistól az ekcémáig, bármi, de az epileptoid krízisben ugye jön az abszansz. És hát, mint mondtam, követtem ezeket a medicinával foglalkozó online elérhető lapokat, és éppen az OTS online-nak február 6-ai, tehát tegnapi számában olvasom a TGA, ami tranziens globális amnéziát jelent, tehát átmeneti totális feledékenységet, vagy távollétet a pillanatból, hogy megértse a laikus közönség is. És miért tart ez 24 órát? Hát azért, mert epileptoid krízisben van az elválasztási konfliktusa, a megoldás kellő közepén, csak hogy a konfliktus aktív fázisa olyan hosszú volt, hogy az epileptoid krízis egy egész napot tartott. Na ugye, hogyha ilyen beteggel találkozunk, és rákérdezek a hozzátartozókra, hogy ki volt az a szeretett személy, aki, mit tudom én, 3 hónap, fél év távlatában eltűnt a páciensnek a látóköréből. Rögtön fogják mondani. És akkor megnyugtatjuk, hogy semmi probléma, ez így, ahogy keletkezett, ez így magától rendbe is jön. És tényleg rendbe jön. És akkor hadd nem mondjam, hogy egy csomó olyan dologra kapunk nagyon, de nagyon értelmes magyarázatot, amire hát a medicina nem jó irányból közelít. A bosszankodást már említettem, hogy máj és epeuti program, aggódás, melldaganat, rágódás, gyomorprogramot fog okozni, és hát a féltékenységről is szóltam, hogy mészány álkahártya programot okoz. Nagy örömmel idézek, hát nem pont szó szerint egy levelet, amit a héten kaptam, amiben leírja a levélíró, hogy amiután a 3 napos képzést végigülte, a 20 éve fennálló irritábilis bélszindrómája eltűnt, és azóta se jött elő. Ennyit jelent az érzelmi feloldás. És akkor nem küldözgetjük a beteget a pszichiátertől, mindenféle vizsgálatoknak vetjük alá, hanem egyszerűen azzal foglalkozunk, hogy megkeressük a tünetek mögött a valós okot. És eljutottunk az 5. természet törvényhez, ami a legegyszerűbb bárki számára, 7 éves gyerek is meg tudta fejteni az 5. természet törvényt, mert annyira kézenfekvő. Csak ki kell nézni az ablakon, és onnantól mindenki rádöbbenhet, hogy minden, ami él, az a túlélésért és a faj fenntartásáért küzd egy életen át. Én gondolom, ehhez se állatkísérlet, sem statisztikai kimutatás nem szükséges, csupán a figyelem, mondom a figyelem, és amikor figyelek, akkor nincs bennem előítélet. Akkor pont azt látom, ami van. Ezért kértem az előadás elején, hogy próbáljuk meg a figyelmünket fokozni, az előítéleteinket félretenni, pontosan azért, hogy megértsük, hogy megfejtsük azt, hogy miről is szól ez az egész történet, hogy végre mindenki a megértéssel eljusson oda, ahova
ahova szeretnénk, hogy mindannyian eljussunk, vagyis hogy megnyugodjunk. Nagyon-nagyon jó lenne, ha ezt a ötödik természettörvénynek az ismeretében végre mindenki megnyugodna, hogy minden tünete arról szól, hogy a szervezete küzd a túlélésért. Vagyis mindennek, amit eddig betegségnek neveztünk, biológiai értelme van a túlélés és a faj fenntartása. Nos, Hammer doktor élete és hagyatéka című előadást megtaláljuk a Germán Gyógytudomány menüpont per videók menüpontban, és tudhatjuk, tehát összefoglalva, hogy az első törvény az okot tárja föl, vagyis a Dirkheimer-szindrómát írja le. Mi az, ami elindít bennünk egy értelmes biológiai különprogramot? A második törvény leírja, hogy miként zajlik le mindez két fázisban. Nyilván, ha eljut a program a végéig, mert ha elakasztjuk, akkor még nem jut el a végéig. A harmadik törvény a hármas számról szól, mert megmutatja, hogy mi történik a két fázis alatt, hogy vagy sejteket építek, vagy sejteket bontok, vagy működést változtatok, illetve minden történet a három csiralemezhez kötötten megérthető, tehát nincsenek áttétek. Erről is van nyilván egy előadás, már megnézhető. Az áttétek, amit a nyirokrendszerbe kimutat a szövettanász, az csak arról szól, hogy éppen a lebontott, mondjuk, emlőből a daganatos sejt éppen a nyirokcsomóban van, mert ott történik az újrafeldolgozása. Ez egy biológiai recikling. Tehát az nem áttét, hanem az pont a gyógyulás bizonyítéka, hogy az ott van. Vagy éppenséggel egy elmeszesedett csomó van a mellemben. Igen, idézőjelbe teszem, ez egy emlékmű. Azt már nem kéne szúrni, nem kéne korbiopsziával belenyúlni egy lezárt programba. Mert ha nem tudom lebontani a felesleges sejteket, akkor mit csinál a szervezetem? Kivonja a forgalomból. Kötőszövetesen átalakítja és elmeszesíti. Tehát amikor elmeszesedett dolgokat találok, akkor ez csak azt jelenti, hogy az egy lezárt programnak az emlékműve. Ilyet aztán találhatok a prostatában is, ugye ott is vannak elmeszesedett gócok, a mellben is találhatunk, és bárhol máshogy. Tehát, ha megértjük azt, hogy lélek, agyszerv, tengely, és három csiralemez, háromféle lehetőség, akkor kaptunk egy olyan segítséget a gondolkodásban, hogy megtaláljuk azt, hogy mivel is kell valójában foglalkozni. A negyedik természettörvény, hogy kik segítenek a megoldásban, nem ellenük kell feltétlenül küzdenünk, hanem abban kell segítenünk a beteget, hogy lezárja mielőbb a programját. Hallom, valaki mondja, hogy de mi van akkor, ha teli van baktériummal, vírussal, gombával, stb. Az azt jelenti, hogy túl nagy a konfliktus tömeg, és nem vagyok elvetemült, nem felejtettem el, amit tanultam, és tudom, hogy a penicillin beadásával életeket mentettek meg, akik addig tüdőgyulladásban meghaltak, azt egy injekcióval akkor még meg lehetett gyógyítani. Most már sok injekció kell hozzá, vagy éppenséggel már másfajta antibiotikum. Tehát mindig a beteg állapota dönti el, hogy alkalmazok-e antibiotikumot, vagy nem alkalmazok. Mert nem kell valakinek antibiotikum, ha gyakran jár pisilni. Mert csak annyi van, hogy területkijelölési konfliktusa van, konfliktus aktív fázisba. Hiába adom neki az antibiotikumot, csak élvezi a mellékhatásait. Ennyire egyszerű. Nem kell antibiotikumot adni valakinek, ha érzékeny a fogzománca. Mert konfliktus aktív fázisban van. Tehát a szteroidoknak, az antibiotikumnak a használata is mind-mind egyszerűen érthetővé válik, és nem csinálunk felesleges terápiákat, ha ezt megértjük. Aztán itt van, hogy az ötödik természettörvény,
hogy mindennek az értelme az, ami a testünkben lezajlik biológiai szinten, a túlélés és a faj fenntartása. Szeretném felolvasni Aranyosi Ervinnek dr. Rikegert Hamer emlékére írt versét, amit Hamer doktornak a halálára írta, ugye 2017. július 2-án váltott frekvenciát Hamer doktor, de szerintem itt ül ő is ezen a webkonferencián, és nagyon örül annak, hogy ez a terem teljes mértékben megtelt erre az előadásra. Elment, becsukott ajtót, ablakot. Amit tudott, azt mindent itt hagyott. Bár meggyötörték, hitéért kiállt, s a tudománynak az élére állt. Tisztelte ő a bölcs természetet, elfogadott örök törvényeket, tudta, az élet nem harcot jelent, logikával épített, szebb jelent. Sok milliónak új hitet adott, összegyűjtve sok tényt, sok adatot, bizonyította számos tételét, megmentve ezzel az ember életét. Nem kellenek az ártó vegyszerek, ha a lelkedben az okot megleled. Kezedben van a kulcs, a gyógyulás, a változtatás, a végtelen tudás. Ő nem szolgált pénzéhes tudományt, mely nem fejtett meg soha egy talányt, hogy a betegség honnan is ered? A szeretet a legfőbb gyógyszered. Csak keresd meg a kórodnak okát, mely létrejött pár konfliktuson át, ami a lelkedet mástól szenvedett, amit a lelked mástól szenvedett, csak látnod kell rányitni szemedet. A testünk képes gyógyítani magát, s megújítja elhasznált anyagát, s van segítsége, még meg annyi sok, s nem ellenségek tán a vírusok, baktériumok, gombák, egyebek. Ők segítők, hogy jobbá legyetek. A tüneteket kell megérteni, az életünket kell félteni, s nem az életünket kell félteni, mert Istenünk csodásat alkotott, tökéletes érző ruhát adott, mely szolgál minket életünkön át, és mi mérgezzük ezt szép, csodás ruhát. De volt egy orvos, ki megmutattatán, élhetnénk szebben egy újkor hajnalán, és eldobhatnánk gyilkoló szereket, gyógyíthatna végre a szeretet. Hamer doktor téziseit 98. szeptember 11-én a Nagyszombati Egyetem, tehát a Pozsonyhoz tartozó Nagyszombati Egyetem igazolta. Erről is van webkonferencia, ahol Hamer doktort láthatjuk, amint kiáll a tézisei mellett, és kollégák csak hallgatnak és bólogatnak. Tehát igazolták, hogy Hamer doktornak mindenben igaza van, mégsem ez határozza meg mai napig sem az orvosi gondolkodást. Vajon miért? Nézzük meg a Szabadságot a léleknek című 37 perces riportot, a weblapnak a Tudástár videói ébresztő alpontjában. Tudástár videók, ébresztők, Szabadságot a léleknek. És akkor megértjük, hogy miért tart itt a tudomány, hogy mit tett a Flexner tanulmány 1910 óta a medicinával. Akkor fogjuk megérteni, hogy miért nem ezzel foglalkozik a tudomány, és miért művelték Hamer doktorral mindazt, amit műveltek, amit az életéről szóló előadásban megtudhatunk. Szólnom kell még egy nagyon fontos dologról, ami Hamer doktornak az életét feldobta. Mégpedig az a felfedezés, hogy az a csodálatos dallam, amit a feleségének a 20 éves házassági évfordulóra írt, az én kis diáklánykám, mein Studentem Mädchen, ez egy fantasztikus segítséget nyújt a biológiai testünk számára a gyógyulásban. Itt láthatjuk a dallamnak az ívét, és alatta látjuk a hámeri iránytűnek az ívét. Az archaikus varázsdallam, a Mein Studentem Mädchen,
A programok kivezetésére, lezárására alkalmas. Sőt, a konfliktusok tisztázására is, mert ha éjszaka hallgatjuk, megálmodjuk, hogy mi volt az a konfliktus, amitől szenvedünk. Ezt már több ember megtette. De az érzelmi lezárás, kérem, a mi feladatunk marad. A dallamnak nem az a feladata, hogy helyettünk lezárja a programot. A dallam a biológiára hat a rezgései által, de csak akkor, ha folyamatosan és nagyon halkan szól valahol a szobában, a sarokban. A 54 napos karantén alatt, amikor én minden este tartottam webkonferenciát, fantasztikus gyógyulások történtek, többek között egy vigilkómás beteg ébredt fel 98 nap után Debrecenben, mert a felesége bevitte ezt a csodás dallamot, és rátette a férjének a fülére, és a férje felébredt a vigilkómából. Azóta már túl van a rehabilitáción, és a második nászutukat is végigjárták a Dunakanyarban. Nagyon lényeges az optikai sínnek a jelenléte, ez elakasztja átmenetileg a dallamnak a hatékonyságát, mert ugye a legtöbb információt a szemünkkel gyűjtjük be. De ha lemásztunk az optikai sínről, a dallam ismételten hat. Hogyan hat? A konfliktus aktív fázisban hallgatom, és endodermális vagy mezodermális programjaim vannak, tehát innen a táblázatból a sárga és narancssárga oszlop, akkor ez egészen leállítja a programot. Mit jelent? Nem növesztem tovább a vastagbélrákom. Nem növesztem tovább a melldaganatom. Nem növesztem tovább a miómámat a méhemben. És a többi, és a többi. Ha viszont a kortikális, tehát piros csiralemezhez tartozó programról van szó, akkor amint látjuk, itt, most ezt kitörlöm itt, tehát mit csinálunk a kortikális programnál? Amit be van rajzolva, letranszformálja, amint látjuk, csökkenti a konfliktus tömeget, a dallam hallgatása, és ennek az lesz az eredménye, hogy mikor az epileptoid krízishez érünk, esetleg nem halunk bele magába a megoldásba. Ha a megoldást követő fázisban hallgatjuk, mert fáj az ízületem, ugye? Akkor mit segít, miben segít? Átolja az exudatív fázist az epileptoid krízisen keresztül a hegesedési fázisba. És a lényeg az, hogy ebben az esetben optimalizálja a gyógyulásnak az idejét. Szintén lényeges kérdés, hogy nem fogunk az epileptoid krízis tünetei miatt oly sokáig és oly nagyon szenvedni. Lesz epileptoid krízis, de elviselhető. Ha éjjel is hallgatjuk ezt a dallamot, akkor megakadályozza a konfliktus recidívák becsapódását, hiszen valóság, álom, illúzió ugyanaz a szervezetem számára, tehát álmomban is újra tudom élni a konfliktust. Én nem szeretnék senkit sem meggyőzni arról, hogy ezt a dallamot hallgassa. A weblapnak a tudástár menüpontjában két sárga téglalapra rágurítva a kurzort, megjelenik a szöveg, rá kell kattintani, rögtön letölti a program oda, ahol éppen ezt megkerestük, telefonra vagy épp számítógépre. Feltesszük egy lejátszóra csak ezt a két dallamot, és végtelenített lejátszásra állítjuk az eszközt. És nagyon halkan, folyamatosan szól a háttérben. Főleg zenészektől kapok én mindenféle megjegyzést a dallammal kapcsolatban, nem akarom én meggyőzni őket. Hallgassák azt, ami nekik jó, ha ők úgy gondolják, de ez a tudatlanság csak abból ered, hogy meg se hallgatják az előadást, vagy még annyit se tesznek, hogy elolvassák a tudástárban lévő néhány oldalas szöveget, hogy mit tud ez a dallam. Én
7 számjegyű összeget fizettem ki azért, hogy lefordítsák nekem német nyelvről ezt a dallamot. Az előadásokban ott van a bizonyíték, hogy mit tud. Köszönöm szépen, én ennél többet nem tudok tenni. A germán gyógytudomány ismerete, tehát mit jelent az orvosoknak? Folytassuk ezt a gondolatot, záró gondolatot. A beteg érdeke a legfőbb törvény, nekem ezt még így tanították, Salus Egroti Suprema Lex Esto. Ezzel szerintem mindenki tisztában van, aki elvégezte a medicinát szívvel, lélekkel. Szeretném tisztázni, hogy számomra azok a kollégák, akiknek ez a törvény még mindig élő valóság, akik már messze menőleg elfelejtették, hogy ezt a munkát, ezt a segítségnyújtást a betegnek a gyógyulásában hatalmas alázattal kéne elvégezni, a betegre való állandó figyelemmel, vagyis megértéssel, akkor nekem azok nem kollégáim, akik nem így gondolkodnak. Azok a kollégák, akik még mindig ezt a nehezen működő egészségügyi rendszert még mindig működtetik. Még mindig bemennek dolgozni, mert ott van bennük a lelkiismeret és a segítő szándék, hogy a betegeken segítsenek. Nos, mikor fogunk tudni segíteni? Akkor fogunk tudni igazán segíteni, ha tájékoztatjuk a beteget a gyógyulás útjairól. Hiszen a tájékoztatás, ha jól tudom, az egy kötelező dolog, egy előírás. És nem meggyőzni kell a beteget, csak tájékoztatni. Tudjon róla, hogy létezik olyan, hogy germán gyógytudomány. És ha ő mégis az akadémikus megoldást választja, akkor az az ő döntése, és akkor azt nyugodt szívvel meg lehet csinálni. De ha nem érezzük magunkat még eléggé jártasnak abban, hogy segítséget nyújtsunk, legalább adjunk iránymutatást a betegnek, hogy merre forduljon segítségért. Mert mondjam úgy, egy próbát minden betegnek megérne, hogy lám, zárjuk már le azt a konfliktust úgy, ahogy van, és akkor nálunk is ugyanolyan siker sztori lenne a rák gyógyítása, mint a Közel-Keleten. Végre, hogyha megértjük a germán gyógytudománynak a lényegét, akkor meg fogjuk tudni érteni a laboroknak a dinamikáját. Nagyon érdekes, hát nyilván nem egy egyszerű dolog ezeket összefoglalni. Én Hámer doktornak nem egy analízisét vagy esetleírását olvastam már el és értékeltem ki. Tehát amikor azt látjuk, hogy milyen fantasztikusan mondjam úgy, hogy klappolnak a képalkotó eljárások, a laborváltozások, a betegnek a tünetei, mennyire igazolják, hogy éppen hol tart az értelmes biológiai különprogramnak valamelyik részébe, hát ez egyszerűen megnyugvást ad és csodálatot ad nekünk, hogy ez a rendszer, ez tényleg így működik. Végre érthetővé, értékelhetővé válik mindaz, amit tanultunk az egyetemen. Érteni fogjuk azt, amit korbonctanból vagy korélettanból is tanultunk. És ne feledjük el, hogy az alapokat az anatómia, az embriológia és az élettan adja. Ezeket a dolgokat, amit ott tanultunk, ezek felhasználandóak az orvosi gondolkodásban. És nem csupán a továbbképzéseken átnyújtott, hát megoldásokkal kellene foglalkozni. Ugye tisztában vagyunk, hogy a továbbképzések jó részét a gyógyszeripar támogatja.
dolgoztam a gyógyszeriparnak. Én rengeteget kutattam, kerestem. 15 éven keresztül kerestem a megoldást, mert azt tapasztaltam meg, hogy akármennyit is tanultam, nem tudtam a betegeimen segíteni. Az 5 év alatt összegyűjtendő 250 kreditpont helyett 500-at gyűjtöttem össze, mégsem voltak jobb eredményei, mint annak, aki nem járt sehol se. És akkor el kellett kezdjek gondolkodni, hogy valami nem stimmel. És rengeteg továbbképzést végigjártam. A hagyományos kínai orvoslást például két tanfolyamon is végigcsináltam, egy hivatalos és egy nem hivatalos tanfolyamon. Hát a homeopátiát, az antropozófus orvosképzést is elindítottam, na azt félbe is hagytam, mert akkor már a germán gyógytudománynak néhány alapvető dolgát ismertem, és tudtam, hogy a migrén az miként alakul ki, és miként gyógyítható, és nem úgy, ahogy ott próbálták ezt az egészet megoldani. Tehát 15 év alatt én nem tudom hány órát tanultam, de azt tudom, hogy televíziót nem nézek már 29 éve. És ezt 15 év alatt kiszámítom, az 5000 óra. Ha csak napi egy órát néztem volna tévét, ez 5000 óra lett volna. Én azt az 5000 órát is végig tanultam, kerestem, kutattam, lettem természetgyógyász, életmódtanácsadó, terapeuta, és a germán gyógytudomány adta meg végre azt, amit kerestem. És amikor megtaláltam, akkor hihetetlenül egyszerűnek tűnt, és ezért teszteltem még a rendelőben, hogy hát nem létezik, hogy így van. Nagyon egyszerű a történet. Lélek, agyszerv, tengely, három csiralemez, és csak meg kell nézni, hogy mi honnan származik és hova tart, és mindent, de mindent egyszerűen megértünk. Nos, a germán gyógytudomány leveszi az orvos válláról a döntés felelősségét. Mit? Mert nem az orvos fogja eldönteni, hogy milyen gyógymódot választ a beteg, hanem azt a beteg dönti el. De ne felejtjük el, hogy a két módszer nem összekeverhető. Amíg az alapokat nem tesszük helyre, tehát nincs a konfliktus feloldva, addig gyakorlatilag a dolgok ismétlődnek, és nevezhetem én ezt a recidívának, de ez akkor is csak azt jelenti, hogy a beteg az érzelmi konfliktusát nem rendezte el, még mindig az első szerelme után sóvárok, pedig már férjnél van és van két gyereke. Tehát ebben az esetben mit fogunk tudni csinálni mi? Semmit. Felvilágosítjuk a tünetek alapján a kedves pacienst, hogy itt ezt a dolgot kéne megoldani, mit kellene tenni, megjelenni a pillanatban, és örülni annak, ami van, és a múltat úgy elengedni, hogy megfejtsen belőle, hogy mit tanultam, hogy hálával tudjam lezárni a napjaimat. Tehát a viszont hatalmas komplikációk, ha fellépnek, akkor azt az orvosnak fel kell ismerni, meg kell tudni oldani. Tehát nem szembefordulásról van szó, hanem párhuzamosan együtt kéne haladni a beteg érdekében, mert ugye a beteg érdeke a legfőbb törvény, ez kéne vezesse a mi gondolkodásunkat és tevékenységüket. Mit jelent, hogy hatékonyság? Végre felesleges kivizsgálásoktól megszabadítanánk a betegeket. Mert sokkal rövidebb idő alatt és olcsóban tudnánk hatékonyan dolgozni. Tehát ebben jön bele a gazdaságosság, és egy minőség lenne az ellátásban. Mert a germán gyógytudomány nem csupán egy fantasztikus diagnosztikai eszköz, hanem egy fantasztikus út abba az irányba, hogy a beteget segítsük az érzelmi megoldásba. A hatékonyság
egy nagyon fontos kérdés, ugye itt jön a minőségbiztosításnak nevezett kérdés. Hát nyilvánvaló, ha értem konkrétan, hogy a tünetek mögött mi a valós ok, és azzal foglalkozunk, akkor hatékonyak leszünk a diagnosztikában, és nem kell felesleges torturáknak kitenni a betegeket, hiszen nem kellene őket szenvedtetni, hanem megérteni, hogy hol tart a programjuk, és az lenne a feladatunk, hogy megnyugtassuk őket. Épp eléggé félnek ők egyéb dolgok miatt. És akkor bizalommal jönnének be a rendelőbe. A beteg bizalma töretlen lenne. Nagyon fontos lenne, kérem, visszaállítani a bizalmat, mert ez nagyon megcsorbult, főleg az elmúlt 2-3 évben. Ugye nem kell részleteznem. Mit jelent a betegeknek a germán gyógytudomány ismerete? Hát ők is megértik a tüneteiket. Tehát ha újra jön a tünet, akkor már tudja, hogy ja, már megint bosszankodtam. Kizárja a félelmet az életükből, mert ugye hát az alapokat rendbetéve fogunk tudni félelem nélkül élni. A bizalom erejével elkerülhetők a felesleges komplikációk, pontosan azzal, hogy ő a hallott információk alapján azt mondja, hogy én ebben maximálisan megbízom, mert ugye ott van a minden könyvnek a bevezetőjén, hogy a biológiám nem ellenem, hanem értem, működik, csak nem mindegy, hogy értem vagy nem értem, mit tesz a biológiám, én értem. Valós megoldásokat kapunk a kiváltó okokra. Drága betegek, ezt ne feledjük el. Valós megoldást kapunk. És amikor a pokoli szerepekről beszélek, és azoknak a megoldásáról, azok kilépéséről, akkor nagyon fontos dolgokról van szó, mert akkor fogjuk tudni feleslegessé tenni a programok elindítását. Tehát nem lesznek felesleges kiadások, tévutak, és a kuruzslóktól megszabadulunk, mert hiába elgondolkozhatunk azon, hogy mi is ez a kuruzslás. Az, aki ígér valamit, és nem, és a beteg mégse kap semmit, vagyis nem lesz egészséges. Érdemes lenne a kuruzsláson elgondolkodni, hogy kik a valódi kuruzslók. Felesleges kivizsgálásoktól fogunk megszabadulni, ha tudjuk, hogy mi van a dolgok mögött. És valós megoldás a megelőzésre, hogy szól, nem újjék el nap a te haragoddal. A lényeg egy új szemlélet az életünk vezetésére, és akkor meg sem fogunk betegedni. Egy biztonságot ad a betegnek, hogy nem ismeretlen, nem rossz indulatú, nem gyógyíthatatlan az ő betegsége, hanem gyógyítható vagyok. Én betegítettem meg magam, én is fogom magamat meggyógyítani, mégpedig úgy, ahogyan elmondják. Persze itt az érzelmi átalakításon áll vagy bukik a mutatvány. Tehát a biológiám nem ellenem, hanem értem, dolgozik, ha megengedem. Tegyük hozzá, ha megengedem. Ha hajlandó vagyok változni, változtatni. De hát ha nem tudom, hogy mind kell változni, akkor nyilvánvaló, hogy még mindig tapogatózok a sötétben, nyilván, hogy a félelmek helyett a bizalmat kellene az életembe betegyem, és onnantól kezdve már tisztán láttam mindazt, ami körülöttem történik. Pontosan tudnám, hogy mi a megoldandó feladat, akár fizikai szinten, akár érzelmi szinten, vagy mit kell helyre raknom. És itt akkor helyre raknánk a viszonyokat, a családi viszonyokat, a szülő-gyerek közti viszonyokat helyre tenni, egy párkapcsolatban a viszonyokat helyre tenni, vagy éppenséggel anyóssal, apóssal a viszonyokat helyre tenni. Na hát ebben segít a szívtől szívi kommunikáció, lásd háromnapos képzés. Ha lezárom a napjaimat megértéssel, megbocsátással, elengedéssel, elfogadással, hálával, meg sem betegszem ezután. Mi lenne, ha ez lenne a célom a következő 60 évben? Ugye jó lenne? Ez a könyv az Útmutató az egészséghez című könyv, a germán gyógytudomány fényét teszi prizma alá, és
Ezért van benne, itt látható, a három csíralemez a megértéshez, a megoldáshoz és a megelőzéshez pedig jó sok gondolat ebben a könyvben benne van. Réka hozzászólásai nagyban segítik az embereket abban, hogy mindezt megértsék és meg tudják tenni. Tehát ezért útmutató az egészséghez a címe. Az öt természettörvényt röviden megkapjuk benne, csíralemezek, konfliktus típusok, és a krónikus elakadt folyamatoknak a taglalása. Ezt nem találjuk meg itt a táblázaton. Esetismertetések vannak benne. Én és néhány akadémikus diagnózisnak az összefoglalása, hogy lássuk, hogy miben különbözik az akadémikus orvoslás a germán gyógytudomány szerinti megközelítéstől. Nyilván, hogy vannak távolba mutató gondolatok is, ami jó lenne, ha megérinteni az embereket. A tárgymutatóban van néhány olyan oldalszám beírva, ami a könyvben nem létezik, elnézést kérek, a következő kiadásban ezek majd kimaradnak, de ha ezt a könyvet valaki elejétől végig elolvassa, akkor fog egy olyan gondolkodáshoz jutni, ami kell a megértéshez, a megoldáshoz és a megelőzéshez. Mondanám, hogy ez a könyv tömören tartalmazza a medicinát. Rengeteg kórkép kerül megmagyarázásra benne. Nyilvánvaló, hogy a gondolkodással azokat is meg tudjuk érteni és magyarázni, amelyek éppen nem kerültek szóba ebben a könyvben. Vannak ritkább dolgok, de a leggyakoribb dolgok mind benne vannak. Néhány záró gondolatként néhány tényt szeretnék a biológia működésének megértéséhez közölni. Ezt már mondtam, hogy az agyunk nem tesz különbséget valóságállom illúzió közt, ez egy nagyon, de nagyon fontos tény. A biológián mindig a pillanatra reagál, és mit fog csinálni? Üss, vagy fuss, vagy tedd magad halottnak. A pillanatra reagál. És ha az én agyam nem tud különbséget tenni a valóságállam és illúzió közt, akkor mindaz, ami a tegnap történt, és én még mindig benne vagyok, az még ma is betegen fog tartani. Mert a tegnapi nap az már illúzió. Csak egy dolgot tudok változtatni rajta, hogy hogyan állok hozzá. A megoldáshoz tudjuk, hogy három dolgot csinálunk, sejtet építünk, sorvasztunk, működést változtatunk, és minden egyes félelem egy új programot indít be. Tehát minden tünet mögött egy értelmes biológiai külön program van. Ha van 10 tünetem, akkor vagy 10 külön programom van, vagy lehet, hogy csak 2-3, de annyira intelligens vagyok, hogy egy programhoz legalább 2-3-4-5 megélést is hozzá tudok tenni. És ezért lesz az, hogy annyi, de annyi tünetem van. Az érzelmi megrázkódtatást érzelmileg, lelkileg kell helyre tenni, vagy semmit nem csináltunk. Azzal, hogy gondolkodok, és mondok, mantrázok valamilyen mondatot, megoldási kulcsot, még nem csináltam semmit. A pozitív gondolatokhoz pozitív érzést kell társítani, és az érzés lesz az, ami az agy közvetítésével elindítja a gyógyulást. A gyógyulás is lélek agyszervtengelyen történik meg, nem máshogy. Mert a megbetegedés is egy negatív gondolathoz tartozó érzelem, vagy egy negatív érzelemhez csapódott gondolat együtt az agy közvetítésével elindította, hogy építők, bontok, működést változtatok. A biológiai megoldáskor nem a kezdeti forma kerül visszaállításra, tehát jó lenne, ha ezzel tisztában lennénk, hogy egy meldaganat gyógyulás után nem úgy fog kinézni, mint ahogy az eddig kinézett. Gyógyulás első három feltétele, ugye arról szólna, hogy légy őszinte önmagadhoz. Kérem szépen,
az a házaspár, aki azt állítja, hogy náluk a szexuális élet teljesen rendben van, de a nőnek Bartholin cisztája, a férfinak pedig hát fimózisa van, hát akkor miről beszélünk? Tehát itt a biológia hajszál pontos választ ad mindenre. Lehet mondani, hogy nekem nem volt ilyen konfliktusom, de unalmában senki nem betegedett meg. Ezt értsük meg. Tehát, amíg nem vagyok őszinte önmagamhoz, és nem látom be, hogy tényleg néha makacs vagyok, vagyis kitartóan ragaszkodom a véleményemhez. Ugye így már finomabb. Ha ezt belátom, akkor rájövök arra, hogy ja, akkor ettől fáj a térdem. Második lépés. Bocsáss meg önmagadnak, mert mi történik? Csak rajtam áll, hogy ezután mit fogok gondolni, dönteni és tenni. Ez csak rajtam áll. És meg kéne bocsátani ennek a másik embernek is, akire eddig mutogattam, hogy ő miatta szenvedek. Az anyós, a főnök, a politikai helyzet, vagy bármi miatt szenvedek, én nem, kérem. Azért szenvedek, mert nem tudom elfogadni azt, ami van úgy, ahogy van. Nem ő az oka. Ő csak rámutatott arra, hogy nekem még hol kell tanulnom a feltétel nélküli elfogadást. Nos, az állatok csak a sínek kerülgetésére képesek, nem tudják a félelmeiket feloldani, tehát mit fognak tenni? Ütni, futni és halottnak tetetni magukat. Én úgy gondolom, hogy az ember ennél többre képes, és ennél nagyobb feladattal jött erre a bolygóra, amit valóban meg kellene tennie. A megoldásnak a három lépése, hát nyilvánvaló, hogy a konfliktus tisztázása lenne a legfontosabb dolog, bármilyen tünet megjelenésekor ez az első legfontosabb dolog. A konfliktus tisztázása, mondtam, amíg nem vagyok őszinte önmagamhoz, addig ez se fog sikerülni. A második lépés pedig az volna, hogy érzelmi feloldás, hálával, és akkor a sínek is fel fognak oldódni. Ez egy nagyon lényeges, de hát ha nem tudok megbocsátani, ha még mindig az exemmel küzdök még, már rég nincs mellettem 5 éve, de én még mindig nem tudtam neki megbocsátani, akkor ne csodálkozzak, hogy tüneteim vannak. Ha ezután nem reagálok, hanem tudatosan döntök, akkor meg se fogok betegedni. Zárjuk le békével a napjainkat, adjunk hálát a napi eseményekért, minden esetben. Tehát a germán gyógytudomány alap a megértéshez, a megoldáshoz és a megelőzéshez egyszerre. Ebben a könyvben az alapokat írom le laikus embernek, ez egyszerű, érthető 26 esettörténet van benne, meg arról is van szó, hogy mi az, hogy germán gyógytudományterapeuta, akkor abból érthető lesz, hogy kiből válhat terapeuta, ha egyáltalán ezzel foglalkozni akar valaki. De lényeges, hogy nem mindegy, hogy honnan indulunk, milyen alapszintű tudással indulunk, mert amint arra már felhívtam a figyelmet, az, aki más szakmából érkezik és germán gyógytudománnyal akar foglalkozni, az beszéljen lelkesen az 5 biológiai természettörvényről. Ezzel semmi probléma nincs, ezt minél több embernek meg kell ismernie. Viszont ha terápiáról van szó, akkor ott a nagyon komolyan, de nagyon komolyan benne kell lenni, nem csak a germán gyógytudományban, hanem egyéb dolgokban is, hogy ne ártsak, nil nocere, ez a következő dolog, amit be kell tartanunk, ha emberekkel foglalkozunk. Rájövünk, hogy ezek az úgynevezett betegségek nem arra attól függnek, amire minket tanítottak, nem a kortól, nem a nemtől, nem az etnikai hovatartozástól függ, hogy ki milyen beteg lesz, tehát nem statisztika, hanem a megrázkódtatások számától, az különböző szakaszok hosszától, és hogyha az érzelmi konfliktusokat feltárom, és valóban lezárom, akkor a következményeket fogjuk lezárni, ha nem, akkor a következményeket kezeljük egy életen át. Na most, hogyha a konfliktusokat halmozzuk,
akkor ez kihat a személyiségünkre, a viselkedésünkre, a hangulati változásainkra, és ez itt egy szakkönyv, amit nem csak a pszichiátereknek vagy pszichológusoknak kéne nagyon, de nagyon jól ismerniük, hanem mondjuk még a humán erőforrással küszködő embereknek sem ártana tudni, hogy jobban megismerjék és helyre tegyék a dolgokat, ha emberekkel találkoznak, akkor bizonyos jegyekből már tudják, hogy mire számíthatnak. Felhívnám a figyelmet arra, hogy a germán gyógytudomány valóban tudomány. Mi a tudomány? Az, ami reprodukálható. És pont a reprodukálhatósággal van hatalmas probléma az orvostudományban. Szóval nem csak reprodukálható, hanem összehasonlítható és előre jelezhető is. És csupán az embriológia és öt természettörvény az, amire épül. De ha nincs érzelmileg lezárva valami, akkor szenvedhetek tovább tudományosan. A Dirkheimer szindrómát, ha nem tudom feloldani, ha ezzel nem tudom magamat túltenni, hogy mit mondott nekem akkor az anyósom, akkor kérem szépen, ott nincs megoldás. Jó lenne ezzel tisztában lenni. Megköszönöm mindenkinek a kitartó figyelmét, megköszönöm a kollégáknak is a jelenlétét, és a továbbiakban válaszolok a feltett kérdésekre.